Néhány másodpercnyi mozdulatlanság kell csak, és már le is vették a koronavírus fertőzés kimutatásához szükséges mintát az ember orrából. Hétfőn az egész országban, így Tolna megyében is megkezdődött a pedagógusok központi szűrése. A szekszárdi Baka István általános iskola 58 tanára közül 44-en kérték az ingyenes tesztelésüket. Jelenleg 2 kollégánk pozitív, illetőleg egy osztály van karanténban, mert ott 2 tanuló lett pozitív, az egyik múlt szombaton, a másik pedig szerdai napon. Tehát most a hétvégéig ez az osztály karanténban van, megkaptam már a határozatot is. Bízunk benne, hogy eddig elkerült bennünket, tehát most kezdtük. Azért bízunk benne, hogy ez a szűrés mindenképpen segít, ennek nagyon örülünk. A teszteléseket orvosi és gyógyszerész egyetemi hallgatók bevonásával végzik minden héten egészen addig, amíg az operatív törzs másként nem dönt. Az eredmények nagyjából 15 perc alatt készülnek el, a teszteket és a védőfelszerelést a kormányhivatal biztosítja, mint ahogyan a szűréseken dolgozók elszállásolását és étkezését is ők szervezik meg. Tolna megyében hetente több ezer bölcsödei, óvodai és iskolai dolgozó, nevelő és tanár szűrésére kerül sor rendszeresen. 4200 pedagógust, bölcsődei, óvodai, illetve általános iskolában és hatosztályos gimnáziumban tanító pedagógusokat fogunk egy menetrend szerint tesztelni. A tesztelésnek az a rövid lényege, hogy a kormány által meghatározott alapelveknek megfelelően próbáljuk meg a vírus terjedését ezzel a teszteléssel csökkenteni. Eközben több településen saját hatáskörben kezdték el szűrni az önkormányzati dolgozókat, például Bátaszéken is. A szűrés önkéntes alapú, így a munkavállalók maguk dönthetik el, hogy vállalják-e a vizsgálatot. A polgármester fontosnak tartotta, hogy megadja ezt a lehetőséget a hivatali munkavállalóknak, hiszen a közigazgatásban dolgozók is veszélyeztetettek az esetleges ügyfélfogadás miatt. Azt gondolom, hogy jelen helyzetben talán ez volt a legoptimálisabb megoldás ahhoz, hogy a hivatali működést ennek a szintjét és színvonalát ne csökkentsük, hiszen azért az élet ilyen értelemben azért megy tovább. Viszont tudunk egy kicsit nagyobb figyelmet fordítani az egészségünknek a megvédésére. Az országos tesztelés során 15 000 állomáson több mint 191 000 főt szűrnek le hétről hétre.